Nem tudom, hogy eljutott-e önhöz a hír, hogy itt Magyarországon napok óta hát másról sem szól a közélet, mint egy kegyelmi kérvényről, meg lemondásról, meg aztán annak a következményeiről. Elhaladszik ez Izraelig? Én személyesen hallottam róla, mert azért bizonyos szinten még az adott körülmények között is követem a magyarországi eseményeket, bár igen kevés időm van rá, de hál' Istennek a modern média olyan, hogy ha nem is akarod tudni a dolgokat, nyomja az információt. Ha te nem húzod, akkor ő nyomja az információt, és ilyen szalagcímeknek a szintjén láttam ezeket a dolgokat. És én nagyon-nagyon sajnálom, hogy ez a két hölgy lemondott, nekem három kislányom van, és mindig örülök, mikor látok egy női politikust, vagy hadvezért, vagy nagyon sikeres tudományos szereplőt, aki sikereket arat, mindig nagyon örülök neki, és mindig nagyon sajnálom, mikor ez az üvegmennyezet újra összezárul, mondjuk úgy, az áttört üvegmennyezet, és ez nagy kár, ez egyrészt. Viszont másrészt én azt hiszem, hogy példát mutató ez a felelősségvállalás. Egyre kevésbé látjuk ezt a modern közéletben. Gyakorlatilag egy politikus, hogyha a médiát maga mellett tudhatja, akkor sohasemért nem kell bocsánatot kérnie. Tehát láttuk ezeket a sorozatos tévedéseket, hibákat, mondjuk Trump elnökkel kapcsolatban, vagy az ukrán háborúval kapcsolatban. Soha még nem hallottam senkit, hogy azt mondtam volna, hogy jaj, bocsánat, tévedtem. Beszélek itt politikusokról. Elemzők igen, a kollégáim sokkal tisztességesebben járnak el, mert általában el szoktuk ismerni, hogyha valamiben tévedtünk. Ezt ilyen nyugati politikusoktól ezt nem hallottam még, hogy tévedtünk volna ebben vagy abban. Ugye ennek a magyarországi ügynek a hátterébe vagy az alapját egy ilyen kegyelmi kérvénnyel kapcsolatos döntés jelenti. Nem tudom, hogy Izraelben volt-e ilyen eset, vagy egyáltalán létezik-e ez a fajta kegyelmi jogkör az elnök számára? Létezik mindenképpen. Tehát itt a kegyelmet az elnök úgy gyakorolja, pont úgy, mint Magyarországon, hogy az igazságügyminiszter előkészíti ezt szakmailag, ezt a döntést, és az elnök nem csak úgy találomra beránt valakit, akit visznek akasztani, hogy akkor most ennek kegyelmezenek, mert levesz valakit a keresztről, vagy valami ilyesmi, tehát mint az ókorban ez nem így történik meg, hanem van egy előkészítés, és gondolom itt is van rengeteg politikai nyomás, meg politikai nyomásgyakorlás, de egy klasszikus példa erre az volt, mikor a 80-as években két terroristát, akit élve fogtak el, az akció végén már nem éltek, mondjuk úgy. És ezért tettek egy följelentést is, és az államügyész vizsgálta ezeket az ügyeket, és akkor az államelnök úgy adott kegyelmet ezeknek a titkos szolgáknak, hogy meg se vádolták őket, tehát bíróság elé se került az ügy. Hát ez is egy kicsit olyan rázós dolog volt, mondjuk, de mondjuk az elnök nem bukott bele ebbe. Nem bukott bele ebbe, de az is egy ilyen határeset volt, mondjuk úgy, hogy a törvényes folyamat, vagy a szabályokban leírt folyamat megkerülésével kapott valaki kegyelmet. Az államok mindig megpróbálták befolyásolni egymásnak a belső politikai folyamatait, és kihasználnak különböző alkalmakat arra, hogy befolyást gyakoroljanak. És ne legyünk naívak evel kapcsolatban. Tehát mindig szoktam mondani, hogy aki tényleg azt hiszi, hogy ezeket a civil szervezeteket úgy jobb oldalról, mint bal oldalról. Nem tudom, Magyarországon vannak-e jobb oldali civil szervezetek, Izraelben vannak úgy jobb, mint bal oldali. Tehát nem a házmesternéniknek az 50 forintosaiból tartják el ezeket a szervezeteket, és én még NGO-nak az igazgatóját kevesebb, mint egy Teslával járni nem láttam. Tehát 1001-es Trabanttal én még nem láttam, hogy ezek az NGO-knak a vezetői ennél olcsóbb autóval jártak volna, és azt sem láttam, hogy a nyomornegyedben lett volna az irodájuk, és nem a legfényesebb tornyokban. Most beszélek ilyen civil szervezetekről, úgy jobb oldalról, mint bal oldalról. Tehát itt nem akarok részrehajló lenni, tehát ne legyünk naívak ebben kapcsolatban. Csak ezt akarom mondani, mert van egy ismerősöm, egy nagyon-nagyon tanult személyiség, aki formálisan elkezdett reszketni a gyönyörtől, a civil szervezetekről beszélt, és mondtam, hogy könyörgök, doktor vagy doktori végzettséged van. Hogy lehet egy ilyen magas végzettségű ember ennyire naív? Mi a amerikai világrendnek, az amerikai státuszkónak a legnagyobb kihívásai, vagy úgy is föltehetnénk a kérdés, hogy kik ennek a státuszkónak a kihívói, és miről szólnak a világrendváltásnak ezek a nagy válságócai?
látjuk azt, hogy van öt kihívó, és mind az öt kihívó teremtett egy frontot magának. Tehát pontosan lehet látni, hogy hol vannak azok a pontok, ahol a varratai a régi világrendnek szakadoznak, kezdenek szétfesleni. Látjuk Oroszországgal szemben ott van az ukrán front, Kínával szemben ott van a tajvani front, Észak-Koreával szemben ott van a belső, a két Korea közötti demarkációs vonal, Iránnal szemben az egész Közel-Keleten látjuk, hogy Gáza, Libanon, a tehát ez a front Iránnal szembe, és ott vannak még a dzsihadisták is, ők az ötödik hadszíntér, amelyik egy ilyen virtuális hadszíntér, egy inkább ideológiai, mint elsősorban egy ideológiai hadszíntér, mint egy fizikai hadszíntér, de ez továbbra is működik, és láttuk azt, hogy mekkora károkat tud okozni, láttuk a 9-11 során, hogy mekkora károkat tudnak ezek a terrorszervezetek okozni az Egyesült Államoknak. És mikor dzsihadistákról beszélek, akkor egyformán gondolok ugye az iszlám államra, mint az El-Kaidára. Ha elfelejtettük, hogy van egy olyan, hogy El-Kaida, ugyanakkor tisztában kell lenni avval, hogy ez egy másik kiszerelésben, a dzsihadisták különböző kiszerelésben érkeznek, ez két különböző kiszerelés, két különböző sáv mondjuk úgy, tehát van az egyik bőrülésekkel, meg légkondicionálás elő, hátul, meg stb., és vannak, amik ilyen fapadósabbak. Tehát az iszlám állam azok ilyen fapadósabb dzsihadisták, és az El-Kaida pedig egy ilyen drágább kiszerelés, intellektuálisan igényesebb fogyasztók számára, mondjuk úgy. Tehát vannak különböző árnyalatok. És nagyon érdekes, hogy nagyon érdekes gondolat, hogy ha megfigyeljük ezeket a frontjait ennek a hidegháborúnak, akkor azt látjuk, hogy miről szól itt tulajdonképpen ez a dolog. Itt nem egy ideológiai háború, legalábbis Oroszország és az Egyesült Államok között ez nem egy ideológiai háború. Kína és Oroszország és az Egyesült Államok között se elsősorban egy ideológiai háború. Ezt Putyin elnök ki is jelentette igen világosan Tucker Carlsonnak, hogy azt mondta, mi pont olyan burzsuák vagyunk, mint ti. Ez nem a régi Szovjetunió. Tehát ennek a háborúnak, ezeknek a háborúknak a lényege, ezeknek a felmelegedő háborúknak a lényege a két dolog. Az egyik a határok, a terület kérdése, és a másik pedig a szuverenitás kérdése. És akkor most a kis ördög bennem, motoszkál bennem egy kis ördög, ami felteszi azt a kérdést, hogy azok, akik megtettek mindent, hogy ezeket a dolgokat levegyék az asztalról, és hogy ne beszéljenek határokról, ne beszéljenek szuverenitásról, mennyire képesek megküzdeni ezekkel a kihívásokkal. Ha egyszerűen nem képesek látni a színeknek ezeket az árnyalatait. És ebből a szempontból mennyire napra kész Európa, mennyire értik innen nézve Európából ezeket a nagy jelentőségű változásokat? Én szerintem Európa megpróbálja lefordítani magának ezeket a dolgokat a saját nyelvére. És mi Európának a nyelve? Vagy azt mondjuk, hogy ez egy ilyen ideológiai szembenállás. Tehát van itt még egy egész garnitúra olyan szakértőkből, meg politikusokból, akik olyan még a hidegháborúban nőttek föl, és nem akarnak olyan ponilovak, akik nem akarnak új trükköket tanulni, és akkor a régi trükkökből próbálnak megélni, és akkor ezt az ideológiai szembenállást próbálják kihangsúlyozni. És van egy másik garnitúra, amelyik csak a gazdaságról tud beszélni, el se tudja képzelni, hogy egy állam többről szólhat, mint egy nemzet többről szólhat, mint egy nemzetgazdaság, vagy egy államban több is lehet, mint az össznemzeti termék, vagy valami ilyesmi, és akkor mindent a gazdasági lencsén keresztül próbálnak látni, és ez szerintem tévedés, nem erről szól a dolog. És ami a legbosszantóbb számomra, én abszolút látom a veszélyét annak, hogy orosz, egy feltörekvő Oroszországnak, tehát ezeket a veszélyeket látom, de ez is egy olyan szellem, amit mi húztunk ki a palackból. Tehát én nem tartom kizártnak azt, hogy ez a szellem kibújt volna valamikor az úr valahanyadik évében a palackból, és elindult volna kelet felé. De az, hogy itt mi saját két kezünkkel húztuk ki a dugót ebből a palackból, és ezzel a túlságosan gyenge kihívással, amit Ukrajna személyében szembeállítottunk Oroszországgal, csak arra ösztönöztük, hogy katonailag erősödjön. Tehát amit én mondtam a háború elején, és voltak magyarországi szakértők, akik vitatkoztak velem ezzel kapcsolatban, azt mondták, hogy hát ez a medve, ez egy hajlalosan megsebesült medve, meg folyamatosan gyengül, meg hallottuk ezeket a dolgokat, és mondtam, hogy nekem nem így tűnik a dolog. És azt hiszem, hogy most már a nyugati politikusoktól is hajlunk olyanokat, hogy Oroszország sokkal erősebb most, mint amilyen 2002-ben volt. És én pont erről beszéltem, hogy fölébresztettünk itt egy alvó medvét, és olyan kihívásokat állítottunk elé, hogy elkezdett fekvőtámaszokat csinálni, meg ledolgozni a pocakját, meg elkezdett újra izmot fejleszteni, és a fogait kezdte hegyezni a reszelővel, vagy kiszedte a hétköznapi fogsorát, és betett egy vasárnapi fogsort, amelyik kétszer akkora, mint a rajzfilmekben a kutya a Tom és Jerrybe, és megharaphatja Európát is. Én ebben teljesen tisztában vagyok, de ezt mi magunk hoztuk magunkra. Ez az egyik dolog. A másik dolog az pedig, én látom ezt a pánikkeltést, ugyanakkor nem látom a cselekvést.
nem látok semmilyen kézzelfogható cselekvést, azon kívül, hogy megpróbálunk pénzt, olyan pénzt, ami nincs nekünk, hozzávágni ehhez a problémához. Vannak problémák, amiket pénzzel nem lehet megoldani. Tehát én nem látom a politikai cselekvést. Azt, hogy ilyen csekkfüzet diplomáciát folytatunk, és adunk Ukrajnának egy csekket, abból még a csekkből még nem lesz katonai erő. Tehát azokat a papír eurókat igen nehéz zágyúba beletömni és kilőni az oroszokra. Valahogy át kéne őket alakítani tüzérségi gránáttal, meg más harcszközökké, és nem látom, hogy Európa elkezdene fegyverkezni, meg katonát állítani, meg visszaállítani a sorozást, meg ezeket a kézzelfogható dolgokat. Tehát azt hiszem, hogy meg kell érteni, nem lehet mindent egy csekkfüzettel megoldani, és ezt még Európában nem értették meg. Teljesen egyértelmű, hogy Ukrajna sokkal kevésbé fontos hadszíntér, mint Izrael. Tehát ezt én mondom a háború óta, már csak azért is, mert Ukrajnában egy teljes győzelmet nem lehet aratni. Tehát politikailag nem lehet fölmutatni egy teljes győzelmet, mert az ellenfél egy atomhatalom. Itt a Közel-Keleten ez néhány terrorszervezetről van szó, én nem akarom bagatelizálni a dolgot, de nem lehet őket összehasonlítani Oroszország erejében, Irán se. Tehát én azt hiszem, hogy egy teljesen okos döntés, hogy érett narancsokból próbálnak, vagy érett citromokból próbálnak limonádét facsarni, és nem zöld citromból. Ukrajna egy zöld citrom, tehát hogyha iszonyatos erőt fejtünk, talán valamiféle limonádét lehet belőle csinálni, de hogyha van egy másik citrom, amelyik teljesen érett, miért ne azt facsarjuk? És ilyen szempontból ez teljesen pragmatikus döntés az amerikai adminisztráció részéről. Én azt hiszem, mindenkinek a saját gyereke a legszebb, tehát ahogy mondani szokás, még a most valami nagyon csúnya állatra kell gondolni, talán még a páviánnak is a saját gyereke a legszebb, és mindenki a saját problémáját látja a legégetőbbnek, viszont én azt hiszem, hogy ahhoz, hogy Európa megtartsa maga mellett Amerika támogatását, én azt hiszem, hogy sokkal több szerepet kéne vállalnia az Egyesült Államoknak az akcióiba a világ különböző pontjain. Ez egy kooperatív. Ez egy olyan, mint egy részvénytársaság, vagy mint egy üzleti szövetség, mint egy üzleti szövetségre léptek volna, és ha te segítesz nekem itt, akkor én segítek neked ott. És az, hogy Európa nem hajlandó növelni a katonai kiadásait, hogy nem hajlandó leszakadni erről a kínai kapcsolatról, hogy nem hajlandó európai flottát küldeni a huszi, vagy háborúzni a huszik ellen, ezek lehet, hogy mind teljesen valid és teljesen jó ötlet. Én meg tudom érteni, hogy mi a gondolat, ami mögötte van. De akkor legesül, de ha megkérdezi, de bocsánat, ha te nem segítesz nekem, akkor szólózzátok le az oroszokkal ezt a dolgot. Tehát ezek a katonai szövetségek nem egy jótékonysági intézmény. Nem egy jótékonysági intézmény. És nem egy ilyen, tudom én, egy ilyen adakozás. Tehát senki nem adakozik. A biztonság egy olyan termék, vagy egy olyan szolgáltatás, mint minden más. És itt döntéseket kell hozni, és az is egy teljesen valid döntés, hogy Európa azt mondja, hogy oké, köszönjük szépen, de akkor inkább önállóan csináljuk a dolgainkat, de akkor önálló vagy Oroszországgal szembe is. Vagy pedig beállunk az Amerika mögé, és akkor kénytelenek vagyunk az amerikai támogatás fejébe kiszolgálni az Egyesült Államokat, és ennek is megvan az ára. De amit nem lehet, az olyan, mint a mesebeli lány, hogy jövök is, meg nem is, meg hoztam is, meg nem is, ez nem megy. Tehát valamilyen irányba azt meg kell hozni ezt a döntést, és nem foglaltam állást se pró, se kontra, se egyik forgatókönyv mellett sem. Én azt hiszem, hogy Trump elnök a NATO-nak a gyógypedagógusa. Tehát megpróbálja megmagyarázni azoknak, akiknek valamilyen problémája van a szövegértéssel, hogy itt az pont, amiről én is beszéltem, hogy ha tényleg, tehát ne legyünk komolytalanok, ha tényleg azt mondjuk, hogy van egy egzisztenciális orosz fenyegetés, akkor hogy lehet megmagyarázni, hogy még 2%-ot csak költünk honvédelemre. Tehát azt hiszem, hogy Trump elnök a maga durva módján egyfajta tükröt állít, egy görbe tükröt állít ezek elé az országok el, és azt mondja, legyetek már komolyak. Tehát nem lehet egy szájból hideg, csak a székely tud a viccben egy szájból hideget meg meleget fújni, igaz? Tehát nem létezik most. Akkor van egy egzisztenciális orosz fenyegetés, és akkor föl kell emelni a katonai költségvetést. Látjuk, hogy Ukrajna mennyit költ a költségvetéséből honvédelemre, vagy pedig, ha nem, akkor meg ne hülyéskedjünk. Tehát én azt hiszem, hogy Trump elnök a NATO-nak a legjobb barátja. És azok, akik azt mondják, hogy minden rendben van, csak így tovább, csak folytassuk tovább, minden rendben lesz, nem tesznek semmilyen szívességet se a NATO-nak, se az európai civilizációnak. Pont ellenkezőre kiszolgáltatják, meggyengítik Európát ezzel az üzenettel, és kiszolgáltatják Európát. Két
két magyarázat van avval kapcsolatban, hogy miért álltak meg ezek a béketárgyalások, ezek a tűzszüneti tárgyalások pontosabban Ukrajna és Oroszország között. Az egyik magyarázat, az egyik forgatókönyv azt mondja, hogy az oroszok nem akarták folytatni, mert csak háborút akarnak folytatni, és csak erőszakos eszközökkel próbálják megoldani ezt a dolgot. És a másik narratíva pedig ez az orosz narratíva, amit alátámasztanak dokumentumokkal is, és ezeket a dokumentumokat bemutatták például azoknak az afrikai államfőknek, akik eljöttek Moszkvába látogatóban. Hogy Isztambulban ennek a tűzszüneti egyezménynek a piszkozatára már rákerültek az iniciália is annak az ukrán politikusnak, aki ezt a tárgyalást folytatta, mai napig is pozícióban van az ukrán vezetésben, az illető, elfelejtettem a nevét, tehát nagyon előre haladott stádiumban voltak ezek a tárgyalások, és akkor az orosz magyarázat szerint Boris Johnson megérkezett Kijevbe, és rávette az ukránokat arra, hogy folytassák ezt a háborút, és megkapnak mindent, amit elveszítenek, megkapnak a nyugattól. Tehát ezt nem Putyin elnöktől hallottuk először, hanem ettől az ukrán tisztviselőtől hallottuk először, hogy ez történt. Most, hogy mi történt valójában, én nem voltam légy a falon, ahol az ukránok meg az oroszok tárgyaltak, de nekem a második forgatókönyv sokkal valószínűbbnek tűnik, mert vannak papírok, amiket be lehet mutatni, és tudjuk, hogy manapság a papír a király, igaz? Akinek papírja van, az nyert, igaz? Tudjuk, hogy a papír a király, és én nem látom hasonló papírokat a másik fél részéről, vagy állításokat sem léteznének ilyen papírok. Tehát én azt hiszem, ez egy óriási tragédia, ami történt mindenképpen. Egy óriási tragédia, akár így, akár úgy, ez egy óriási tragédia, és én azt hiszem, hogy ha el akarjuk dönteni, melyik változat az, amelyik életszerűbb, akkor érdemes meghallgatni azt, amit Putyin elnök mond, és amit Zelenszky elnök mond. Tehát Putyin elnök még, hogyha cinikus számításból is, azt mondja, hogy kérem, persze, én hajlandó vagyok tárgyalni bármikor, de nyilvánvaló, hogy ott van a bunkosbolt a háta mögött, miközben mondja, és arról beszél, hogy tárgyalni akar, de legalább a deklaráció szintjén legalább hajlandó tárgyalni. Ugyanakkor az ukránok még törvényt is hoztak arról, hogy nem tárgyalnak. Tehát én azt hiszem, hogy már ez magában valószínűsíti azt, hogy valószínűleg a második magyarázat amelyik életszerűbb. Hogy itt tényleg volt egy már majdnem kész egyezmény, és azt sajnos nem sikerült ettől aláhozni. Akkor már említette a Tucker Carlson interjút, amit Putyin elnökkel készített, ez most több mint 200 millióan látták, vagy kattintottak rá. Hogyan látja, szükség volt erre az interjúra? Én azt hiszem, hogy nagyon fontos interjú volt, először is az elvi szinten, szólásszabadság, vagy a véleménynyilvánítás szabadsága. Tehát mikor azt hallom a fogtündértől, vagy más európai politikusoktól, hogy talán szankcionálni kéne Tucker Carlsont, vagy valami ilyesmit, akkor itt föltevődik a kérdés, hogy akkor hol is van az ideológiai előnyünk, mondjuk Észak-Koreával, vagy Kínával, vagy Oroszországgal szembe. Tehát hogyha egy nyugati újságíró nem tud elmenni, és valakinek az orrára dugni egy mikrofont, és utána ezeket a dolgokat nyilvánosságra hozni, akkor hogy is van ez a dolog a sajtószabadsággal, meg mindennel? Pont erről szól a sajtószabadság, nem az, hogy mindenki papagájként visszhangozza azt, amit a államunk és a Istennek és államnak tetsző dolgokat, hanem olyan dolgokat mond, amiket kellemetlen hallani. Tehát ez a vizsgálja annak, hogy állunk hozzá a szólásszabadsághoz, hogy mennyire vagyunk képesek elviselni a dolgokat, amik kellemetlenek a fülnek. Tehát ez az egyik dolog. A másik dolog, én azt hiszem, hogy fölteném a kérdést ezeknek a figuráknak, hogy tényleg ennyire nem kíváncsiak arra, hogy a másik fél mit akar nekik mondani? Mert én biztos vagyok benne, mindig azt szoktam mondani, hogy ez a Putyin interjú, ez a háború folytatása volt más eszközökkel. De rengeteg kapaszkodót, rengeteg információt, rengeteg ilyen kis ablakot nyitott arra, hogy hogyan gondolkozik az orosz elnök, vagy legalábbis hogyan gondolkodik az orosz elnök, vagy hogy mit szeretne, hogy mit gondoljunk arról, hogy ő hogy látja a dolgokat. Az, hogy mi van valójában a fejében, azt nem tudjuk. De már maga az, hogy tudjuk, hogy ő azt akarja, hogy ezeket a dolgokat higgyük el, ez egy támaszkodó, erre már rá lehet támaszkodni. De egy szék is akkor kényelmes, hogyha van egy háttámlája. Ha nincs, akkor hátra, az egy hokkedli, akkor hátra tudunk esni. Itt is már valami van, amire rá lehet támaszkodni, van egy információ, és ezek az információk az alapját képezhetik egy párbeszédnek. A másik hallgat, tehát én mikor ilyen krízistárgyaló voltam a rendőrségen, a legszörnyűbb helyzet számomra az volt, mikor a másik fél nem volt hajlandó kommunikálni. Tehát az, hogyha valaki átkozódik, fenyegetőzik, az nagyon jó, mert akkor van ad kapaszkodókat, amiben bele lehet kapaszkodni, de egy teljes csenddel nem lehet vitatkozni, vagy nem lehet párbeszédet folytatni. Tehát én fölteszem most a kérdést, hova tűnt ez a terápiás hozzáállása a konfliktusokhoz a nyugaton. Mindig azt hallottuk ezektől a haladó
történészektől, meg politológusoktól, hogy a háborúk tulajdonképpen a kommunikációnak a problémája, mert igazából mindenki ugyanazt akarja, mert mindenki ember, meg mindenki jól akar élni, csak a kommunikáció, hogyha tudnánk kommunikálni egymással, akkor mindent meg lehetne oldani. Na tessék, itt van, tessék most kommunikálni. Itt van egy elnök, le lehet vele szembe ülni, lehet vele tárgyalni. Most akkor tessék kipróbálni ezeket az elméleteket. Tessék kommunikálni, tessék megoldani a problémát. Igen, mindenképpen. Én először is ez a háború mindenképpen egy történelmi keretben zajlik. Minden háború egy történelmi keretben zajlik le. És azok van egy olyan dolog, amivel nagyon szeretek dolgozni, úgy hívják, hogy stratégiai kultúra. Ez egy népnek, egy nemzetnek a kumulatív tapasztalatával kapcsolatban, hogy hogyan működött ebben a térben, ebben a biztonságpolitikai térben évszázadokon át. És ennek kialakul egy egész kultúrája. És ebben benne vannak dalok, meg filmek, meg zenék, meg művészet. Tehát ennek a stratégiai kultúrának, a Picasso-nak a Gernikája épp úgy része, mint a négy páncélos és a kutya. Vagy a partizánok dala az oroszoknál. És ezeket meg kell érteni. Ha meg akarjuk érteni, hogy mik azok a mozgatórugók, amik mozgatják a másik felet, akkor ezeket meg kell érteni, és meg kell nézni ezeket a filmeket, és meg kell hallgatni ezeket a dalokat, hogy megértsük őket. Tehát nagyon-nagyon fontos. És ilyen szempontból én azt hiszem, hogy ez a történelem lecke, mondjuk a történelmi szigorlat a Putyin elnöknek egy nagyon jó betekintést adott arra, hogy ő hogyan látja az orosz történelmet. És az egy teljesen mellékes dolog, voltak, akik leálltak ezt fact-checkelni, és akkor írtak róla 50 oldalt, hogy hol tévedett az orosz elnök. Hát akkor tudom én, ha valaki történelmet, akkor húzza el orosz történelmből, vagy valami ismi. De nem erről szól a dolog. Itt a narratíva a lényeg. Mikor egy pszichológus vagy egy krízistárgyaló leül valaki szembe, akkor nem próbálja azt mondani, nem kérem szépen, a harmadik mondatban tévedett, mert nem is így van, mert nem szúrta, hanem döfte, vagy nem vágta, hanem szúrta az illetőt, mikor megölte. Tehát nem ez a lényeg, hanem hallgass meg, hogy mit akar mondani, és gondolkodj el azon, hogy miért mondja ezeket a dolgokat, vagy mit lehet evel kezdeni. Tehát ezek olyan kapaszkodók, amiket kár kihagyni. És teljesen értelmetlen leállni vele, vitatkozni, hogy ez 812-ben vagy 913-ban volt ez az esemény. Ugye Putyinnak van egy másik érve, amivel láthatóan nem nagyon tudnak mit kezdeni nyugaton, inkább legszívesebben ezt is félresöprik, ez a náci talanítása Ukrajnának. És ő elmondott újra olyan érveket, amikkel azt támasztotta alá, hogy a mai ukrán vezetésnek, meg ennek a modern ukrán államnak az egyik alapját, azt ilyen szélsőséges személyek, meg szervezetek alkotják. Ez egy ilyen becsípődés Putyinnál, hogy újra és újra ezt veszi elő, vagy ennek is lehet valóságos alapja? Hát tudjuk, hogy ez a becsípődés létezett az amerikai törvényhozásban is, mert a háború előtt egy-két évvel ez egy téma volt, tehát napirendi pontokra került a nem az ukrán államnak a fasizmusa, hanem azok a fasiszta mozgalmak, amik az ukrán államon belül léteznek. Tehát én nem hiszem, hogy létezne olyan állítás, vagy lett volna olyan állítás nyugaton, hogy Ukrajna, mint állam, egy fasiszta állam, nem erről van szó. De az, hogy ezeknek a szélsőségesen nacionalista elemeknek igen nagy szerepe van ebben az államban, és csak az állam működésében, a hadviselésben is, az állam hadviselésében is láttuk a háború elején. Az Azovot meg a Krakent később, tehát láttuk a Krakent még a nagy tavaszi ellentámadás alatt is, azóta kevésbé hallottam róluk. Tehát a Bakhmut ostrománál hallottunk erről az alakulatról, tehát látjuk, hogy ez a probléma ott van és létezik. És ez egy olyan dolog, és azt hiszem erről beszélt Putyin, hogy olyan dolog, amit semmilyen más államban nem tolerálnánk. És az, hogy hirtelen ez lekerült az asztalról, ez igen komoly kérdéseket vet föl. És én azt hiszem, egy olyan dologról van szó, ami a nyugaton vörös posztokkal legyen mindenütt. Én tudom, hogy milyen vörös posztol mi katonáinknak, mikor Gázában ilyen horrorkereszteket látnak a falakon, vagy valami ilyesmi, vagy a mi házainknak a falán, ahol betörtek ezek a Hamas terroristák, előszeretettel rajzoltak horrorkereszteket a falakra, mert pontosan tudják, hogy milyen reakciókat, hogy mennyire bosszantja az egy civilizált nyugati ember, szemében kevés ilyen gyűlöletes jelkép van, mint ezek a jelképek. És akkor Putyin méltán kérdezheti azt, hogy oké, rendben van, hogy akarják támogatni Ukrajnát, de azért nem jelenti azt, hogy hazudnunk kell magunknak ebben a problémával kapcsolatban. Üzenet a lényeg, és mi pontosan tudjuk azt, hogy ezek a szélsőjobbos elemek Zelenszkit a megválasztása után az oroszok emberének tartották, és meg is fenyegették. Tehát volt ez Zelenszkinek ez a látogatása a Donbassban, és meg is fenyegették.
hogyha ezeket a Minszki egyezményeket be akarja tartatni, akkor nem lesz hosszú életű ezen a földön. Tehát nyilvánvaló, hogy ezek a szélsőséges elemek fenyegetést jelentenek Ukrajna belső stabilitására és erre a demokratikus berendezkedésére, hogyha tényleg egy demokratikus irányba fog elmenni ez az állam a háború után, akkor ez egy állandó tüske lesz az oldalában, mondjuk úgy. Én azt hiszem, hogy ezt nem csak ő gondolta így, hanem igen sok ukrán, vagy Ukrajnában élő orosz is így látta ezeket a dolgokat, hogy volt egy demokratikusan megválasztott vezető, aki gyakorlatilag egy erőszakos tüntetésekkel megbuktattak. De nem ez a módja annak, nem ez a módja, egy demokratikus államban nem így váltunk kormányt, hanem a szavazóurnában váltunk kormányt. Tehát maga az, hogy megtörténhetett, már azt mutatja, hogy itt történt valami, ami nem egy olyan dolog, ami elfogadott egy demokratikus államban. Az, hogy ez kívülről meg lett támogatva, én azt hiszem, hogy ezt már az Egyesült Államok se tagadja. Tehát voltak, akik konkrét összegekről beszéltek, és Putyin is megemlítette ezt az összeget, hogy mennyibe került, 5 milliárd dollárba került ez a hatalomváltás. És én nagyon veszélyes precedensnek tartom azt, hogy ezek a dolgok ilyen szinten megtörténnek, mert ezek a dolgok destabilizálják az államokat. Tehát mikor egy állampolgár azt érzi, hogy a szavazatát fölül lehet írni erőszakkal, most teljesen mindegy, hogy mi a legitimációja. Tehát lehet, hogy csupa jó dolgokat akarunk, csak szivárványokat akarunk, meg unikornisokat akarunk, meg rózsaszín felhőket, de hogyha ezt erőszakot alkalmazunk, és a lakosság egy jelentős része úgy érzi, hogy nem legitim módon történt itt a kormányváltás, ez destabilizálja hosszú távon a rendszert. Az egyes klasszikus példa erre az Egyesült Államokban az, hogy az amerikai választópolgároknak egy jelentős hányada, 30%-a talán úgy érzi, hogy a legutolsó választás nem volt teljesen tiszta, mondjuk, hogy finoman fejezzem ki magam, de teljesen függetlenül attól, hogy mik a tények, hogy tiszta volt vagy nem tiszta, maga így érzi a lakosságnak egy ilyen jelentős része, egy igen veszélyes helyzetet terem. Ugyanezt lehet mondani Ukrajnára is. Én eleve nekem nagy bizalmam ezek birokban nincs, tehát minden ilyen papír gyakorlatilag egy letükröződése az érdekviszonyoknak. Abban a pillanatban, hogy az érdekek megváltoznak, ez a papír nem fogja összetartani azt a tákolmányt. Csak a papír maga nem fogja összetartani ezt a tákolmányt. És erről talán már beszélgettünk, hogy például az ilyen védelmi szövetségek, meg szerződések mennyire nincsenek tiszteletben tartva a második világháború óta. Tehát volt erről egy kvantitatív kutatás, hogy a második világháború előtt az esetek több mint 60%-ában az államok eleget tettek a szerződésben vállalt kötelezettségeiknek. Én kölcsönös védelmi szerződésekről gondolok, de azokra gondolok. És a második világháború után a politikai kultúra a nemzetközi rendszerben átalakult, és az ilyen egyezményeknek csak egy töredékét, 22%-át tartották be. Úgyhogy ne legyünk meglepve, hogy egyszerűen ezek az új normák a nemzetközi rendszerben, és ennek empirikus bizonyítékai vannak. Tehát ez nem olyan dolog, amit szét lehet dumálni. Ezt kutatók megvizsgálták ezeket az adatokat, és volt egy kutatás, amelyik kicsivel pozitívabb képet festett, és de a legutolsó kutatás ebben a témában nagyon pessimista képet fest. Csak azért, mert Franciaország meg Németország megígérte, hát most mit mondjak? Azt is megígérték, hogy a hatalmak, hogy garantálják Ukrajnának a biztonságát a budapesti jegyzetben, igaz? Ezek a dolgok nem érnek semmit, ezek csak papírok, én mindig mondom. István emlékeztet itt bennünket arra, hogy a béketárgyalásokról, a béketárgyalás felfüggesztéséről először Naftali Bennett, akkor izraeli miniszterelnök beszélt. Bennettnek volt egy ilyen békemissziója, ha jól emlékszem, akkor Moszkvába. Ez már az isztambuli tárgyalások után lehetett? Hogyan? Szerintem ez előtte volt. Ez előtte volt. Izrael megpróbált időt nyerni, hogy ne kelljen letenni a voksát, tehát ne kelljen megrontani a kapcsolatait Oroszországgal amerikai nyomásra, mint a többieknek, és akkor Bennettnek a trükkje az volt, hogy én békeközvetítő vagyok, és ezért fontos, hogy megmaradjanak a jó kapcsolatok Oroszországgal, és azt hiszem, hogy Izraelnek itt sikerült nyernie néhány értékes hónapot, és ameddig egy kicsit lehiggadtak a dolgok, mert emlékszünk a háborúnak az első heteire, akkor igen illuminált állapotban volt az egész nyugati világ, és én azt hittem, hogy itt sikerült venni egy mély lélegzetet, és rendezni a légzésünket, ameddig mások lihegtek, és ez azt hiszem, hogy nagyon fontos dolog, mert az orosz kapcsolatok, hogyha egy ilyen nyugat-európaihoz hasonló mélypontról kezdtek volna tovább zuhanni a Hamas támadás után, akkor ki tudja, milyen következményei lettek volna. Tehát én azt hiszem, hogy így Izrael és Oroszország kapcsolat
fontos szerepe volt ennek az időnyerésnek, és annak, hogy nem téptük össze a babaruhát már akkor ott Oroszországgal. Ennek köszönhető, hogy mai napig is van például direkt járat Tel Aviv és Moszkva, ami mondjuk nincs Nyugat-Európa és Moszkva között. Visszatérnék a Putyin beszédre, csak hogyha az izraeli-orosz kapcsolatokat említi, akkor itt is beszéltünk korábban, hogy ez egy nagyon érzékeny kérdés a szíriai légtér szempontjából. Ott most mi a helyzet? Ugyanaz a helyzet, ami volt. Oroszországnak megvannak a saját érdekei, Oroszország érdeke az, hogy az a hadikikötő, meg az a repülőtér Tartuszban, amiket birtokolnak, az megmaradjon orosz bázisként itt a Közel-Keleten. Oroszországnak az az érdeke, hogy megmaradjon egy szír rezsim, amelyik átadta neki ezeket a katonai létesítményeket, ami lehetővé teszi azt, hogy Oroszország hatalmat tudjon kivetíteni a Közel-Keletre. Oroszország nem akarja azt, hogy az iráni befolyás kiszorítsa az orosz befolyást Szíriából, és tettek egy sor konkrét lépést arra, hogy megvédjék a szír rendszert. Tehát nem azokat az iráni csatlósokat akarják védeni, akik izraeliek a Golán fensíkról, hanem a szír elnököt, a szír kormányt, ezt a rezsimet próbálják életben tartani továbbra is, mint a saját emberüket itt a Közel-Keleten. Én azt hiszem, hogy ahogy Putyin elnök úgy ült le beszélni Tucker Carlsonnal, hogy volt egy politikai, egy belpolitikai és egy külpolitikai napirendje, épp úgy Tucker Carlson is nem naívan ült le beszélni, és nem azért ültre Putyinnal beszélni, hogy a fejére olvassa nagyátkot, nem politikai foglyok vannak Oroszországban, meg mindenféle hülyeségeket hiányoltak más elemzők Tucker Carlsonnak az interjújából. De meg kell érteni, hogy Tucker azért ült le Putyinnal beszélni, hogy egy olyan dobogót, egy olyan lépcsőfokot építsen az amerikai republikánusok számára, ami közelebb viszi Trump elnököt az megválasztáshoz. Tehát ez volt a célja ennek a beszélgetésnek, ez volt a amerikai belpolitikai célja. Nem az, hogy tudom én szembesítse a Putyin rezsimet az által elkövetett bűnökkel, vagy elolvassa nem tudom micsodát. Tehát nyilvánvaló, hogy a másik fél részéről is volt egy politikai akarat, épp ugye egy Putyin elnök részéről, és ezt láttuk. Ezért Tucker sokkal passzívabb volt, és sokkal inkább hagyta Putyint beszélni, hogy saját magát adja, hogy elmesélje a saját narratíváját, ez volt a célja ennek a beszélgetésnek. Tehát ne gondoljuk, hogy én hallottam Tucker Carlson más interjúkban, tud nagyon-nagyon agresszív lenni. Tehát nyilvánvaló, hogy volt itt egy komoly szándék, és ezt is többek között az amerikai belpolitikának a fényében kell látni, abban a kontextusban kell látni, mikor az amerikai átlagpolgár azt kérdezi az amerikai vezetéstől, hogy miért van ez a háború, minek kell ez a háború egyáltalán? És mikor erre a talajra esik az a maga, amit Putyin ott elvetett, és azt mondja, hogy én hajlandó vagyok bármikor tárgyalni, akkor Tucker Carlson elérte a célját, hogy van itt egy amerikai Biden adminisztráció, amelyik háborúkba keveri az Egyesült Államok, de bezzeg, hogyha mi jövünk, akkor Trump elnök alatt tudjuk, hogy Amerikának nincsenek háborúi, akkor minden rendben lesz. Tehát ne legyünk naívak Tuckerrel kapcsolatban, se neki is volt itt, ő is több vasat tartott a tűzben. Mennyire volt ez két egyenlő félnek a párbeszéd, hogy volt olyan értelmezés is, ami szerint Putyin fölmosta a padlót Tuckerrel? Nem tudom, én azt hiszem, hogy olyanok, akik nagyon szeretnék fölmosni a padlót Tuckerrel, most tudom én, Putyin tették meg az avatárjuknak, ez teljesen nevetséges. Mikor elment, sikerült borsot törnie az ellenségeinek az orra alá, sikerült óriási nézettséget bevasalnia, sikerült egy komoly belpolitikai előnyt kreálni a Trump elnök számára ebben az elnökválasztási kampányban. Ezek a valódi eredményei ennek a dolognak. Minden más az ilyen pótcselekvés, meg az embereknek a frusztrációja. Én tudom, hogy szörnyű, hogy Tucker nem azokat a dolgokat kérdezte, mint egy progresszív újságíró kérdezett volna, de ezért van Tucker Carlson, és ezért van Tom Friedman, mondjuk. Volt egyébként egy ilyen nézői kérdésünk, hogy Hédi kérdezi, hogy lesz-e számottevő hatása a Putyin interjúnak a nyugatra. Ezt attól függ, hogy kit kérdezünk, hogyha melyik oldalnak a közvéleménykutatóit kérdezzük meg, előre borítélkolhatjuk, ha tudjuk pontosan, mi lesz a válasz. Attól függ, hogy melyik sajtótermékben olvassuk el a közvéleménykutatásnak az eredményeit. Ami nagyon érdekes, ami engem nagyon érdekelne, vannak ezek az úgynevezett belső közvéleménykutatások, amit a politikusok megrendelnek arra, hogy valóban nem propaganda célra, hanem arra, hogy valóban lemérjék azt, hogy mit gondolnak, hogy éreznek az emberek bizonyos dolgokkal kapcsolatban, és ez nagyon érdekelne, hogy egy ilyen tényleg tudományos alapon elvégezett és relatíve steril közvéleménykutatás mit fog mondani. Ugyanakkor még egy dolgot szeretnék megjegyezni,
kicsit komikusnak tartom, hogy pont azok vetették szemére Tucker Carlsonnak, hogy milyen szervilésen folytatta ezt az interjút, akik mindent megtettek, hogy Obama ott egy ilyen lakálymédiával zülesszék le a nyugati sajtót. Csak rá kell nézni, tudjuk pontosan, mi történt a laptop, a Hunter Biden laptopjának az ügyében, és sok más hasonló esetben. Tehát én a nyugati média olyan szintre lezülött Obama elnök országlása óta, hogy ezeket a ezt a romlást most Tucker Carlsonon kérni számon, és pont azok kérik tőle számon, akik két kezükkel tették tönkre a nyugati szabad médiát, én szerintem kicsit nevetséges. Erre mondta azt Eliás prof, Eliás, igaz, hogy gyilkoltál és a birtokot is megörökölted? Én azt hiszem, hogy a legnagyobb dühöt az váltotta ki, hogy volt valaki, aki szembe mert menni a főárammal. Szembe mert menni, és a dűnek a másik forrás az, hogy egyszerűen a régi, a hagyományos médiának az emberi, ezek a sajtómunkások, akik ezekben a propagandagyárakban dolgoznak, egyszerűen látják, hogy az új média miatt nem tudják ellenőrizni a narratívát. Nem tudják ellenőrizni azt, hogy mi kerül ki a nyilvános térbe, ezért gyűlölik el a Muskot is. Tehát látták azt, hogy Trump elnök milyen hatékonyan használja ezt a Twitter fegyvert, és sikerült a Twitter segítségével megnyerni a választásokat, és mikor Elon Musk átvette az uralmat, és nem hajlandó beállni a cenzúrának a falangszába, akkor az még egy ilyen rés ezen a falangszon, és egyetlen egy része lesz. Ezt tudjuk a tekintélyhatalmi rendszerektől, egyetlen egy része szabad eltűrni, a devianciának minden formáját üldözni, mert ezt ismerjük a gyerekkorunkból, mind a ketten, Péter. Ön is, és én is nagyon jól ismerjük a gyerekkorunkból, és pont ezt a gondolkodást látjuk, hogy nem szabad eltűrni semmilyen eltérést a hivatalos narratívától, mindent meg kell torolni, és ezt látjuk működésben. Nyilvánvaló, hogy ez egy ilyen mérföldköve ennek a háborúnak, és én azt hiszem, hogy azok, akiket érdekel, követik a háborúnak az eseményét, és érdekel ez a téma, számukra ez egyik ilyen, ahogy az előbb mondtam, egy mérföldkő ebben a háborúban, és valószínűleg át fogja alakítani a narratívát, vagy legalábbis a diskurzust a nyugati társadalmakon belül is. Mindenképpen lesz, nagyon komoly hatása lesz ennek a dolognak. Attila kérdezi, hogy üdvözlet, mi a helyzet az Ahmattal és Kadirovval, ők teljesen eltűntek a hírekből. Nem, gondolom csokoltatják a nézőket, hallgatókat, biztos vagyok benne. Én nem, nyilvánvalóan nincs semmi információm a Kadirovval kapcsolatban, vagy a csecsenekkel kapcsolatban. Nekem úgy tűnik, hogy a Prigozsin zendülés példájából okulva Oroszország bekapcsolt egy ilyen zavaró állomást, ami zavarja a nagy tábornokokat, a nagy hadvezéreket, ezeket a nagy médiafigurákat, akik megpróbálják beárnyékolni Putyinnak a szerepét, mondjuk úgy, vagy ilyen alternatív jegenyefákat próbálnak növeszteni az égig Putyin mellett, és különösen most az elnökválasztási kampány idejében én azt hiszem, hogy ezek a játékosok is belátják, hogy a központi személyiség magára akar irányítani minden, az összes reflektort magára akarja irányítani, és nem fog eltűrni semmilyen más háttérzajt, ezért nem látunk Oroszországban ilyen sztártábornokokat, mint Zalusni, vagy Budanov, vagy ezek a dolgok, tehát látjuk azt, hogy Oroszországban, amiről beszéltünk gyakorlatilag a Prigozsin zendülés után, legalábbis én beszéltem erről, arra határozottan emlékszek, hogy az egyik következménye az lesz, hogy föl fogják számolni ezt a poliarchikus rendszert, és sokkal centralizáltabb, sokkal összpontosítottabb hatalom lesz, mint amilyen volt a háború elején. A háború elején láttuk ezeket a hadurakat, mint Wallerstein, a 30 éves háború alatt vívták a háborúit Oroszországnak, ezek eltűntek. A sztártábornokok mind eltűntek. A szúróviking is eltűnt, és többi ilyen sztártábornok. Nem hallunk tábornokokról, és ez egy tudatos politikai koncentrációja a hatalomnak, ami a Prigozsin zendülésnek az egyik következménye. Hát annyira nem hallunk tábornokokról, hogy ugye ami Ukrajnában az elmúlt napokban lezajlott, az a messze a közvéleménykutatások alapján messze legnépszerűbb katonai és a politikai vezetőnek is Zalusnyi tábornoknak a menesztéséről szólt. Hogyan látja ezt a fajta sorscserét, ami nem csak Zalusnyit érintette, hanem szinte egy ilyen teljes sorscserét jelent az ukrán katonai vezetésben?
Én azt hiszem, ez egy nagyon kockázatos lépés, nagyon-nagyon kockázatos lépés, és egy ilyen kétségbe esett lépés is. Tehát, hogy egy párhuzamos példát mondjak erre, az amerikai polgárháború alatt volt egy javaslat, hogy cseréljék le az uniónak az összes muskétáját ismétlő puskákra. És aki a katonai logisztikát vezette, akkor azt mondta, hogy nem. Nem, egyszerűen nem maradiságból, vagy azért, mert ellene volt az innovációnak, hanem azért, mert lovat cserélni a derbi közepén, az ügető közepén, egy veszélyes dolog lovat cserélni. Tehát az esély annak, hogy azt a lemaradást az új lóval be fogod tudni hozni, és utána megnyered azt az ügetőt, azt a futamot az ügetőn, az igen kicsi az esélye. Tehát ezért nem cserélünk lovakat a lóverseny közepén. És ez igaz a katonai vezetésre is. Igaz, nem csak technológiai innovációra, hanem ilyen szervezeti innovációra is. Mert ezeknek a tábornokoknak most meg kell tanulni az új szakmájukat, az új pozíciójukat. Mindannyian tudjuk, hogy mikor egy új munkahelyet kezdünk, vagy ugyanazon a munkahelyen egy új beosztást, meg kell tanulni. Ez egy másik beosztás, nem ugyanaz a beosztás. Tehát van ott egy tanulási görbe. És a másik dolog, hogy meg kell tanulniuk egymással dolgozni. Meg kell tanulniuk egymással dolgozni, és ez sincs garantálva, hogy ezek a figurák, akiket most összerántottak, ki tudja milyen megfontolások alapján, képesek lesznek ugyanolyan harmóniában dolgozni, ahogy az a harmónia 2 év alatt kialakult az előző katonai vezetésben. Nagyon kockázatos lépés, és én azt hiszem, hogy ez is egy jele annak, hogy Ukrajna mennyire sötéten látja saját helyzetét, mert különben nem tettek volna egy ilyen drasztikus lépést, vagy legalább tagoltan csinálták volna meg ezeket a személyzeti cseréket. Az, hogy szinte az egész szárazföldi garnitúrát le kellett váltani, ez egy rossz jel. Ki tudja Oroszország használni ezt a réstet, amiről ön is utalt, hogy ez hónapokba telhet, amíg ez az új csapat összerázódik? Mindenképpen látunk erre egy példát a II. Világháború alatt, van egy híres kutatás, már nem emlékszek, hogy ki írta ezt a tanulmányt, de összehasonlította a német zászlóaljparancsnokok és az orosz zászlóaljparancsnokoknak az életkorát. És látjuk, hogy haladt előre a háború, és a német emberanyag elfogyott, úgy ment le az átlag életkora a német zászlóaljparancsnokoknak, és mikor egy ilyen 21-22 éves, 25 éves suhanc áll szembe egy 40 éves zászlóaljparancsnokkal, az a 15 év tapasztalat azért az számít valamit. Egyszerűen tapasztalat. Minden szakmának van egy komponens, amit az iskolából hozunk magunkkal, ez a papír, és van a másik komponens, amit az a tapasztalat, amit ott gyűjtünk a munkahelyen. És én azt hiszem, hogy mikor két szakember áll egymással szembe, és az egyiknek nulla tapasztalata van a beosztásban, másik egy éves vagy egy két éves tapasztalata, akkor ott keletkezik egy előny. Legalábbis rövid távon ez egy hátrányt jelent mindenképpen. A következménye az, hogy egyszerűen kirültek a raktárak, eleve egy haditechnikai deficitben van Európa, és Ukrajnát se tudja ellátni. Tehát nekem úgy tűnik, hogy mind a két kulacsunk kiürül. Ha két kulacsal megyünk a málha mellénybe, nekem úgy tűnik, hogy mind a két kulacsunk üres, és ez egy elég rossz helyzet, és pont itt szeretném látni azt a változást, hogy ne csak beszéljünk a válságról, meg az orosz fenyegetésről, meg keltsük a hisztériát, hanem cselekedjünk is. Mert ha ez a hisztériakeltés nem társul egy cselekvéssel, akkor az egész csak egy hisztériakeltés, csak propaganda az egész. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy a cselekvéseken lehet lemérni a dolgokat, az anyagi befektetéseken, a cselekvéseken ott lehet lemérni a dolgokat, nem beszélni nagyon olcsó. Beszélni nagyon-nagyon olcsó, az nem kerül semmibe, nyilatkozatokat kiadni, meg a sajtónak nyilatkozni, de konkrét lépéseket foganatosítani, annak van egy politikai és egy gazdasági ára. És aki nem hajlandó ezt az árat megfizetni, az valószínűleg nem gondolta komolyan a dolgot. Talán az, ami mögötte van, az különbözteti meg. Tehát látjuk azt, hogy Oroszország adott Észak-Koreának a haditechnikai támogatásért azért a 1,5 millió lőszerért, vagy valami ilyesmit, amit kapott, 1,5 millió tüzérségi gránátért és egyéb eszközökért, amit Észak-Koreától kapott, Oroszország technológia átadással honorálta ezt a dolgot. Látjuk, hogy az Észak-Koreaiak kilőttek egy műholdat, hirtelen lett egy egész használható tenger alatt járuljuk, most teszteltek egy stratégiai cirkáló robotrepülőgépet, ami szintén képes a nukleáris robbanófejet hordozni, vannak balisztikus rakétáik, amiket tenger alatt járóról lehet kilőni. Tehát az az érdekes helyzet állhat elő, hogy egy olyan ország, amelyik nem tudja etetni a saját népét, képes lesz a globusz bármelyik pontjára katonai erőt kivetíteni. Egyelőre még csak nukleáris erőt, nem konvencionális erőt, de egy nagyon paradox helyzet, mert ha belegondolunk, akkor
régen nagyon nagy hatalom kellett legyen az, amelyik egy régióra ki tudja vetíteni a katonai erejét, és akkor egy világhatalom kellett legyen ahhoz, hogy a világ bármelyik pontjára ki tudjon vetíteni katonai erőt. Hány ilyen állam van ma a világon? Az atomhatalmak, akik balisztikus rakétákkal is rendelkeznek. Most megjelenik egy aránylag kis nemzet, egy kis állam, amelyik annak a népe ott van az éhhalál szélén, viszont atomfegyvere van, és képes lesz, kicsit furcsa ez a forgatókönyv, de képes lesz mondjuk Észak-Korea, képes lesz mondjuk Brazíliát fenyegetni talán 10 év múlva egy kereskedelmi vita miatt, vagy valami ilyesmi, és egy nukleáris zsarolást végrehajtani ezeknek az eszközöknek a segítségével, vagy tudom, hogy Mozambikot, vagy a föld másik végén egy államot, egyszerűen azért, mert van egy olyan eszköz, amivel globálisan tud erőt kivetíteni, vagy katonai fenyegetést kivetíteni, még akkor is, hogyha a népének nincs mit ennie. Tehát erre nem ismerek párhuzamot a történelemben, nagyon érdekes helyzet. És nyilvánvaló, hogy destabilizálja az egész nemzetközi rendszert. Hát mondjuk én mindig hülyeségnek tartottam, tehát mikor kijött a könyv, akkor is hülyeségnek tartottam. De ugyanakkor, ha objektívek akarunk lenni, el kell mondani azt, hogy az Európában, a nyugati világban volt egy évtized, mikor nagyon úgy nézett ki a Szovjetunió bukása után, hogy tényleg bejön ez, amit Fukuyama mondott. Tehát volt egy tehát ennyire a kihordási ideje, vagy a szavatossági, ennyire volt szavatolva Fukuyama körülbelül arra 10 évre, és itt a tragédia nem az volt, hogy elfogadtuk ezt a tézist a világgal kapcsolatban, hanem még akkor is görcsösen kapaszkodtunk bele, vannak, akik mindig kapaszkodnak bele, ez a bitter clingers, ahogy Clinton asszony mondaná, ez a bitter clingers, ezek a keserű kapaszkodók, keserűen kapaszkodnak még mindig ebbe az illúzióba, de ez már nincs, ez már évtizedek óta nincs a Fukuyama féle világ. Valamikor létezett, és itt nekem se volt igaz, amikor szkeptikus voltam evel kapcsolatban, de viszont azok is tévednek, akik azt hiszik, hogy ez még mindig itt van, vagy még mindig vissza lehet térni ebbe a világba valamilyen trükkel, hogyha tudom én, a New York Times-on megjelenik egy elég harcias op-ed, egy véleménycikk, akkor a világ újra, megváltjuk újra a világot, vagy ha hazunk valamilyen törvényt a klímaváltozás ellen, vagy a rendszer szintű rasszizmus ellen, akkor hirtelen eljön Fukuyama országa, és meg lesz az ő akarat. Tehát nem lesz meg. Én azt hiszem, hogy van itt egy nagyon szomorú új jelenség, ami talán ezelőtt 100 évvel elképzelhetetlen lett volna. Tehát kialakult egy valóban globális technológiai elit, akiknek van egy ideológiai meggyőződése, és biztosak benne, hogy a legrosszabb dolog, ami történt a világon, az a nyugati civilizáció, meg a kereszténység, meg a monoteizmus, meg ezek a dolgok, és hajlandók, láttuk a Google esetében, hogy hajlandó együttműködni, vagy vannak ilyen amerikai egyetemek, kutatóegyetemek, hajlandók együttműködni a kínai hírszerzéssel, de nem hajlandók a Pentagonnal együttműködni. Tehát most lehet, hogy vannak, akik ennek örülnek Magyarországon is, de gondoljuk át, hogy mik ennek a hosszú távú következményei. Lenne egy olyan magyar vállalat, amelyik hajlandó Magyarországnak a potenciális ellenségeivel együttműködni, de a saját országunkkal nem, mert az olyan ciki, mert ciki patriótának lenni. Tehát van bizonyos körök, ahol ciki patriótának lenni, és én ebben a kontextusban látom ezt a dolgot. Tehát én azt hiszem, hogy az államoknak itt nagyon fontos, minden államnak nagyon fontos, hogy egy állást foglalni ebben a dologban. Tehát valahogy nem fair, most kicsit úgy hangzok, mint Trump elnök, nem létezik, hogy egy állam bölcsőjéül szolgáljon valakinek, és ott fölnevelje, ott iskoláztatja, fölneveli, megvédi, felnőtt korában is gondoskodik a biztonságáról, és akkor az illető pedig kiárusítja ezeket a képességeket az állam potenciális ellenségeinek. Ennek régen volt, volt erre régen a BTK-ban, egy BTK elején általában az első törvények evel foglalkoznak. Ennek volt egy neve ennek, hogy hívják ezt a dolgot a büntető törvényekben. Tehát ez szerintem itt az államoknak állást kell foglalni evel kapcsolatban, minden államnak. Nem létezik, hogy egy állampolgár, aki élvezi ezt a kényelmi csomagot, amit egy állam jelent, nem lojális a saját hazájához. A következménye az, hogy egyszerűen kirültek a raktárak, eleve egy deficitbe, egy haditechnikai deficitbe van Európa, és Ukrajnát se tudja ellátni. Tehát nekem úgy tűnik, hogy mind a két kulacsunk kiürül. Ha két kulacsal megyünk a málha mellénybe, nekem úgy tűnik, hogy mind a két kulacsunk üres, és ez egy elég rossz helyzet, és pont itt szeretném látni azt a változást, hogy ne csak beszéljünk a válságról, meg az orosz fenyegetésről, meg keltsük a hisztériát, hanem cselekedjünk is. Mert ha ez a hisztériakeltés nem társul egy cselekvéssel, akkor az egész csak egy hisztériakeltés, csak propaganda az egész. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy a cselekvéseken lehet lemérni a dolgokat, az anyagi befektetéseken, a cselekvéseken ott lehet lemérni a dolgokat, nem beszélni nagyon olcsó.
beszélni nagyon-nagyon olcsó, az nem kerül semmibe, nyilatkozatokat kiadni, meg a sajtónak nyilatkozni, de konkrét lépéseket foganatosítani, annak van egy politikai és egy gazdasági ára. És aki nem hajlandó ezt az árat megfizetni, az valószínűleg nem gondolta komolyan a dolgot.